Köszöntöm a köztér nézőit. Január 1-től a kormány egy új rendszert vezetett be a kórházak sürgősségi osztályait illetően. Csernövölgyi Istvánnal, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatójával erről beszélgetek a köztérben. Maradjanak velünk! Megjelent egy új törvény, ami a sürgősségi betegellátásra vonatkozik. Mi is ez a törvény egészen pontosan? Ez a törvény az arról rendelkezik, hogy ahol sürgősségi ellátás bonyolódik, azokban az intézményekben, egészségügyi ellátó intézményekben, ott egy úgynevezett központi triázsrendszert kell működtetni, jogszabályban rögzített módon a jövőben, illetve rendelkezik arról ez a törvény, hogy egy úgynevezett akut alapellátó egységet kell ezeken az ellátási helyeken jelesül, ha most a mi életünkre levetítem a Fejér megyei Szent György Egyetemi Kórházban a sürgősségi osztályon belül is működtetni. A beteg elégedettséget és a beteg irányítást segítendő egy sürgősségi osztályos diszpécsert is be kell állítani az ellátási sorban. És ezek nyilvánvalóan azt célozzák meg, hogy egy gyorsabban reagáló, gördülékeny, sürgősségi betegellátást tudjon egységesen országos szinten megvalósulni. Ez újdonsága itt ebben a kórházban, ez a triázsrendszer? Hát itt én azt kell, hogy mondjam, és ezt örömmel mondom, hogy nálunk ez egy ismert fogalom, ez a triázsrendszer. Mi több mint 20 éve eszerint az elvárás szerint dolgozik, tehát több mint 20 éve működik Fehérváron a kórházban a sürgősségi osztályon triázsrendszer, amely a betegosztályozásról szól nyilvánvalóan. A betegellátó osztályhoz rendelt diszpécsert az újdonság abból a szempontból, hogy ezt pluszként beállítjuk a rendszerben, ami a betegek tájékoztatásáról szól, arról, hogy éppen hol tart az ellátásuk, mikor várható az ellátásuk, egyáltalán ha bármi probléma adódik ennek a menedzseléséről szól, ez a része újdonság nálunk is. Ön hogyan látja, hogy miért volt szükség erre a triázsrendszerre így az országon belül az intézményeket tekintve? Én azt gondolom, hogy a triázsrendszer az azért nélkülözhetetlen eleme a sürgősségi ellátásnak, és ez nyilvánvalóan az adottságok ez idáig nem mindenhol voltak erre egyformán adottak. Akár infrastruktúrában, akár humán erőforrásban, és ezt a végtelenségig ragozhatjuk, nyilván helyi specialitásokat tükröz egy ilyen ellátórendszer kialakítása. Ez azért fontos, mert a betegeket osztályozzák súlyossági állapotuk szerint, tehát amikor egy ellátóintézménybe megérkeznek, és teljesen mindegy, hogy saját lábon jönnek be, hogy beutalóval jönnek, vagy anélkül jönnek, hogy házi orvosi ügyeletről jönnek, a mentő szállítja ezeket a betegeket, erről egyébként zárójel a törvény külön is rendelkezik, majd ezt mondom. Besorolják az eset súlyosságának különböző paraméterek, vitális paraméterek, panaszok alapján. 1-5-ig osztályozzák ezeket a pacienseket, és az úgynevezett 4-5-ös kategória, ez az úgynevezett könnyebb kategória, akik ezen a bizonyos akut alapellátási egységnél, akut alapellátási ponton várhatóan megoldható az ő esetük. Ezzel mintegy levétetődik a teher azokról a súlyosabb esetek ellátásával foglalkozó eszközökről, infrastruktúráról és munkatársakról, akik minden energiájukkal a súlyosabb esetekre tudnak majd koncentrálni. Nem nehéz belátni, hogy ennek egy rendszer szintű bevezetése, ráadásul jogszabályban rögzített módon, az pozitív. Ugye itt nagyon fontos dolog a várakozási idő, ami leginkább, hogy a paciens magán érzi, hogy mennyit kell várnia. Változtat-e ez a várakozási időn ez a rendszer ön szerint? Én azt gondolom, hogy országos szinten egyértelműen rövidülni fog ezzel a várakozási idő. A mi esetünkben talán annyi specialitás van, ha a kérdés erre vonatkozik, hogy helyben mit éreznek a lakosok, hogy majd szeretnék is erről pár adattal szolgálni, hogy ahol a beteg létszám olyan mértékben növekedett meg az elmúlt pár évben, mint nálunk, az ezzel való lépéstartásban, tehát a várakozási idő megóvásában talán rövidítését fogják érezni nálunk is a lakosok. Igazából a mi olvasatunkban, amit én várok ettől itt helyben, az, hogy a megnövekedett beteg létszámot, amit ez az intézmény ellát, ezzel lépést tudjunk tartani, ez ne jelentkezzék várakozási idő megnyúlásában, ez ne romoljon a beteg közérzet, hanem egy gördülékeny ellátási formát tudjunk nyújtani a jövőben. Hogyha így a számokat már mondta, illetve a százalékot, akkor mit lehet tudni így a beteg forgalomról, a növekedésről?
Az talán nem lesz ismeretlen az a szám, amit az elmúlt pár évben is elmondtam, hogy 13-17 vetületében a sürgősségi ellátási osztályunkon, és a beszélgetés során itt a belgyógyászati típusú sürgősségről beszélek, a traumatológiai típusú sürgősségről beszélek, illetve a gyerek sürgősségiről, és nem tartalmaz ez a számadat az összes többi, szintén nagyon fontos, és nem kis beteg létszámot ellátó ellátási pontokat, mint az osztályok, a bőrgyógyászat, a fülorgégészet, és sebészet, és sorolhatnám tovább, hogy hol van még sürgősségi ellátás ebben a kórházban, tehát ezt a hármat tartalmazza. Ezeken az ellátási pontokon azt várjuk ettől az egész rendszertől, hogy ezzel lépést fog tartani. 13-17 vetületében, ahogy kezdtem, 25%-kal nőtt meg a sürgősségi ellátottak száma ebben a kórházban. Friss adat, készülvén a beszélgetésre, én megnéztem, hogy december ez év, tehát 2018, december 24 és január 1 között hány beteget láttunk el ezen a három sürgősségi ponton a kórházban? 2200-nál is több beteget láttunk el az ünnepek alatt. Ez gyors fejszámtonnal, ez napi 300 csak ezen a három ellátási ponton, ez egy igen nagy beteg létszám. Ez egyébként kiemelkedően magas megjelenést jelent az elmúlt évekre visszatekintve, 17-hez viszonyítva ez több mint 50%-kal magasabb megjelenést jelentett, mint a tavalyi évben. Ennek nyilván megvannak a specialitásai, ugye bizonyos járványok, amik most ugye azért dühöngenek, akár légúti, akár gasztrointesztinális járványok, nyilvánvalóan ilyenkor azért a hasi panaszok, a különböző traumák kapcsán, a különböző értörténések, tehát ezek mind fokozott létszámban jelennek meg. Az idén ez sajnos ezt a nagyon nagy betegszámot eredményezte. Azt is ki tudom jelenteni, hogy a munkatársaim helytálltak. Tudomásom szerint még csak panasz sem érkezett erre az időszakra, ami azért nagy szó egy ilyen beteg létszámnál ennyi időszak alatt, és úgy az is egy konkrét adamt, hogy teljes kivizsgálást követően a betegek 80%-a otthonába tudtuk bocsájtani. Nyilván az a 20%-nyi beteg egy ilyen létszámnál sem kevés, aki viszont kórházi felvételre kellett, hogy kerüljön, de ezt is meg tudtuk oldani. És akkor itt felvetődik a kérdés, hogy van-e erre a kórháznak kapacitás a munkaerőben, technikában? Természetesen van, különben ugye nem tudtunk volna megfelelni a feladatnak. Erre azért készültünk, tehát mi azért mindig figyeljük a statisztikáinkat, és az egyértelmű, hogy az elmúlt években emelkedett betegforgalomhoz megpróbáltunk mind infrastruktúrában, mind eszközben, mind humán erőforrásban megfelelni. Az első fontos kérdés az nyilvánvalóan az én olvasatomban mindig a humán erőforrás kérdése. Mindig növeltük az ide rendelt humán erőforrás létszámát, akár szakdolgozó, akár orvos, akár beteghordó, akár a háttérszemélyzet, akár a gazdasági szektor személyzete, mert ezt el kell tudni minden szinten látni. Nyilvánvalóan történtek fejlesztések, infrastruktúrális fejlesztés, megint csak tényszerűen 2012-ben azért egy új infrastruktúrában kezdtük el működtetni a sürgősségi osztályt, egy nagy arányú 600 millió forint érték fölötti infrastruktúrális fejlesztés zajlott a sürgősségi osztályunkon. Szintén tényszerű, ez 2017 végén beszélgettünk arról, hogy végre egy korszakváltó módon meg tudtuk azt oldani a fejlesztéseknek köszönhetően, hogy a seregélyesi út túloldaláról a neurológiai osztályt sikerült áthozni ide a sürgősségi osztály köré. Ez azt jelenti, hogy a sürgősségi ellátási pont, mint centrum körül van szervezve most már akkor a neurológiai osztályunk, a stroke ellátó központunk, oda van szervezve a kardiológiánk, a gasztroenterológiánk, a sebészetünk, a traumatológiánk, ott van a CT-nk, a röntgendiagnosztikánk, a labordiagnosztikánk. Ez egy rendkívül korszerű, rendkívüli infrastruktúrális és eszközigényel bíró fejlesztéseket követően valósult itt meg, és úgy gondolom, hogy ez lépést fog tudni tartani a lakossági igényekkel. Miért is volt annyira fontos, hogy ezek az osztályok mind a sürgősségi betegellátás köré helyeződjenek? Ez azért fontos, mert amikor valaki bekerül egy ilyen ellátóhálóban, az nyilvánvalóan a problémájára minél előbb megoldást szeretne. Az ellátónak az a felelőssége, hogy ezeket az eseteket, és itt a triázs rendszerre hagy utaljak vissza, megfelelő módon értékeli, osztályozza. Ezt követően bekerül a diagnosztikai hálóba az ellátás, teljesség igénye nélkül történik betegvizsgálat a triást követően, EKG, labor, röntgen, ultrahangdiagnosztika, CT, szakkonzilium, ha ezek megvannak, ugye akkor igényelődnek, hogy most kardiológus lássa, ideggyógyász lássa, sebész lássa,
és sorolhatnám végtelenségig a különböző szakterületeket, és ha ez megvan, akkor születik egy döntés. Hazamegy, nem megy haza, ellátást igényel, intenzív ellátást igényel, műtétet igényel, ezeket el kell tudni minden egyes esetben a beteg számára a lehető legjobb megoldást felkínáló módon döntést kell szülessen a sorsáról. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ez a logisztikus faktor, hogy ez közel legyen, hogy ezek a kollégák a beteg transportokon túl egymással szót találjanak, ne csak telefonon, ne csak interneten, ami a nagy magyar és az egész világban ugye a jövőt jelenti, hogy internetes kommunikáció, elektronikus térben való kommunikáció. Ezen túlmenően én mindig azt mondom, és a kollégáim ebben azt gondolom, hogy támogatnak engem, és egyetértünk, és így is próbálunk működni, hogy a személyes konzultáció, a személyes benyomások sokkal jobb alternatívákat tárnak fel egy lehetőség megfogalmazása kapcsán, mint az elektronikus térben való tájékozódás. Nélkülözhetetlen, ez a jövő, de mi ezzel ezt is megpróbáljuk biztosítani. És úgy gondolom, hogy ahol ez megvalósul, az egyértelműen a beteg érdeke, a beteg sorsa, még akkor is, hogyha egyes esetekben ez időigényes, és ez nagyon fontos tudni, hogy az előbb általam felsorolt vizsgálatok, konziliumok egymásra épülnek, ezeknek időigénye van. És ez nem 10 perc, ez több óra. Több óra akkor is, hogyha kevés beteget látunk, de mint az előbb említett számok kapcsán, hogy 25%-kal nőtt a forgalom, hogy 17-hez képest 50%-kal nőtt meg az ünnepi forgalom, hogy ugye kiszámoltuk akkor azt hiszem az előbb, hogy ez 300-as napi sürgősségi betegforgalmat jelentett. Nem kell nyilván mindenkit ilyen szinten végigvizsgálni, de el kell tudni dönteni, hogy kit vizsgálunk végig. Akit végig kell vizsgálni, azt végig kell vizsgálni. Annak a sorsáról vállalható szakmai és emberi döntést kell hozni. Ez időbe telik, és ez nem 20 perc, nem egy óra. Ugye a sürgősségi betegellátásra érkezhetnek az emberek úgy, hogy nem hoznak beutalót, és érkezhetnek úgy, hogy beutalót hoznak. Van-e ebben valami sorrend? Tehát, hogy az, aki beutalóval érkezik, és már látta orvos, ő elsőbséget élvezhet-e ebben a rendszerben? Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez nem beutaló és nem dokumentáció függő, hogy valaki ide bekerül. Itt jön a triázs megint, bekerül. Rögzített módon informatikai hálóba is kell kerüljön 10 percen belül informatikai adatrögzítésre. Döntés kell szülessék a sorsáról, utána lehet, hogy ülés vár, mert olyan besorolást kapott, és nagyon nem, hogy nem kell hozzá nagy fantázia elképzelni, hogy egy ilyen intézményben ugye bejön a mentő mondjuk az M7-es szomszédságában, és baleset. Nyáron a Velencei tó, a Balaton, el tudjuk képzelni, hogy milyen problémákkal jönnek ide. Megérkezik az akut infarktus, megérkezik az agyvérzés, megérkezik egy kisgyerek a panaszaival. Ezeket rangsorolni kell vállalható módon, és az ellátásukat biztosítani kell. Ez nem beutaló függő. Ott van egy olyan felelősség, és nem szeretném tovább gondolni a kérdését, de azért ezt az én fejemben azért motoszkál. Ott van egy olyan lakossági, döntési felelősség is azért, hogy az adott panasszal, ami esetleg hetek óta tart, vagy hónapok óta tart, azért az ilyen súlyos esetek ellátását nyilvánvalóan nehezíti. A triázs ezt próbálja kezelni, ezt a jelenséget, mert azért az előfordul, hogy valaki több hónapos és több hetes panasszal érkezik meg a sürgősségre, még az is lehet, hogy jogosan egyébként. Tehát ezt azért valahol kezelnünk kell tudni, de ez nem a beutaló papír kérdése. Egyébként megnézettem azt is, és mindig szoktuk ezeket a statisztikákat figyelni, mert így tudunk reagálni a problémára. Nyilván az ünnepekben több mint 50% beutaló nélkül érkezett. Még az is lehet, hogy mindenki jogos volt, ezt nyilván nem is kívánom én minősíteni, de ez tényszerű, de ezek a betegek nem élveznek a besorolásnál hátrányt, tehát egyforma eséllyel kerülnek a rendszerbe. Mondta ezt, hogy 80%-ot hazaengedhettek, ugye, és 20%-ot szükséges volt befektetni. Mi a helyzet így az osztállyal? Van-e elég hely, ahol elhelyezzék a betegeket szükség esetén? Ezt a kérdést, ezt köszönöm. Azért köszönöm, mert ugye mindig a sürgősségi osztályra, a sürgősségi ambulanciára hegyeződnek ki ezek a beszélgetések, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy azt senki nem látja és érzékeli, hogy közben a háttérben azért van egy iszonyú nagy betegszámot menedzselő monstrum sebészettel, traumatológiával, kardiológiával, infektológiával, és tényleg hagyd ne soroljam fel, intenzív osztállyal, ahol
ágyat kell tudni biztosítani, és szintén biztosítanunk kell az ide rendelt humán erőforrást, az eszközparkot, a gyógyszereket, a szakkonzilium lehetőségeket, amit nem csak a sürgősségire vetülnek, hanem az egész nagy kórházra vetülnek. Azért ebben a kórházban több mint 1700 ágy van. Tehát azért ezt mögé kell tudni logisztikailag szervezni, és ezért sem mindegy egyébként, hogy messze kerülnek a konzíliumok, vagy a vizsgálatok, vagy a betegek, vagy távoli osztályra kell elhelyezni, vagy közeli osztályra kell elhelyezni. Ez mind-mind időfaktoros, hiszen ha messze megy a paciens, akkor az őt kísérő személyzet is messze megy, akkor az őt kísérő személyzetnek a reakcióideje a következő esetre nyilvánvalóan rosszabb és tolódik. Tehát magyarul ezeket össze kell szervezni, és igen, most is kerültünk olyan helyzetbe, hogy betegágyakat kellett biztosítsunk, pluszban átszerveznünk, de ez nem panasz, ez a dolgunk, és ezt tesszük is természetesen, de ez mögötte van. Tehát ami a reflektorfényben van, az a sürgősségi. De itt azért az ellátás, az legalább olyan volumenben a háttérben is. Igen, hogy utána hova kerülnek nyilván a betegek. Még mindig a triázsrendszerről kérdezném, hogy mivel már itt régóta működik ebben a kórházban ez a triázsrendszer, pici változás azért lesz, de mit gondol erről, hogy milyen változás érzékelhető majd most január 1-től? Én azt gondolom, és ezt bárhol a jövőben, és kíváncsi vagyok egyébként a statisztikákra, tehát nyilvánvalóan, hogy az én várakozásom mennyire fog megvalósulni, ezt a számok fogják majd vagy cáfolni, vagy bebizonyítani. Én azt várom ettől, hogy az elmúlt években érzékelek egy nagyon nagyfokú beteg megjelenési növekményt, ugye ezek a bizonyos százalékok, amiről beszéltünk. Én azt várom azzal, hogy a triázs rendszer, ami nálunk változatlan formában fog működni, de mellé lesz rendelve ez az akut alapellátó egység, szoba, orvossal, szakdolgozóval és a plusz diszpécserrel. Tehát én azt várom, hogy ezt a növekvő beteg létszámot, beteg igényt mi zökkenőmentesen menedzselni tudjuk a jövőben. Azért egyáltalán nem mindegy, hogy 100 beteg jelenik meg egy adott ponton, vagy 300 egy nap. Tehát az azért egy óriási különbség, belátható az előbbiek tekintő tükrében. Tehát én azt várom, hogy ezt kezelni tudjuk. Azt várom, hogy azok egyébként, akik az akut alapellátó ponton megjelennek, azok megfelelő tájékoztatásban és irányításban részesülnek akkor is, amikor otthonukba kerülnek, és hogy a házi orvosát keresse meg, hogy a szakrendelésre menjen, tehát kap egy megfelelő útmutatást. Mindenkinél ott van az, hogyha az állapota romlik, akkor természetesen a sürgősségre vissza kell jönni, hiszen azért ezek a betegségeknek az a természete, hogy ezt folyamatában tudjuk értékelni. Tehát valami elkezdődik egy tünet, mindnyáján tudjuk, fáj egy kicsit, a hasam megszűnik, de ha a harmadik nap fáj vagy romlik, akkor vissza kell jönni. Tehát akkor nincs kép, hogy belázasodik valaki, tehát azért ezek apró jelek, amik összességében értékelendőek. Tehát, hogy nagy beteg biztonsággal tudjuk ezeket az eseteket kezelni. A diszpécsertől pedig azt várom, hogy az a fajta érthető betegelvárás, hogy ne legyen hosszú a várakozási idő, hogy amikor tudja, hogy ő, és erre most külön ember lesz, tudja, hogy ő most ezért vár, és ennyien vannak előtte, és ez történik, és ekkor várható az ellátása. És amikor már tudja, hogy az ő ellátása, mert mondjuk az akut alapellátó egységből nem hazaküldték, hanem további vizsgálatokat rendeltek el a többi ellátási pontunkon, ezeket tájékoztatja, megnyugtatja, akkor azt gondolom, hogy ez egy könnyebben kezelhető szituációt fog eredményezni az időnként zsúfolásig megtelt váromban, mert ezt mindjárt látjuk és érzékeljük minden áldott nap, hogy vannak időpontok, amikor bizony-bizony nagyon-nagyon sokan vannak a sürgősségünkön, csak az előbbiek tükrében azt tudom mondani, hogy ennek ez az oka, amit felsoroltunk. De én egyfajta kommunikációs könnyebbséget, és azt, hogy tudjuk tartani, hogy lépést tudunk tartani a ránk háruló nagyobb igényel, ezt várom tőle. Igen, mert ahogy mondta, hogy egy plusz diszpécser lesz, ugye most is van vérállás, vagy ahol be kell jelentkezni ugye a betegnek, de mégis azt gondolom, hogy ez a diszpécser azért többet fog tenni. Tehát, hogyha most megkapja valaki az 1 és 5 között az értékelését, akkor ez azért változhat nyilván a várakozási idő alatt is. Én így gondolom, és egyetértek, hogy azzal, hogy a diszpécser, a plusz diszpécser, a sürgősséghez rendelt plusz diszpécser mozogott a paciensek között, egyfajta vigyázó szem és jelzéseket ad,
én azt gondolom, hogy plusz egy fő, aki a betegbiztonságot, a beteg elégedettséget, a betegek megnyugtatását tudja kezelni, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon fontos az ellátásnál, hogy valaki pozitív várakozással üljön ott, és várja azt, hogy segíteni tudnak az állapotán, mert ha valaki negatív érzületekkel ül ott, az ellátását illetően az nyilvánvalóan nem könnyíti meg az ellátó dolgát sem. Tehát ez egy közös érdek, hogy mind a paciens, mind az ellátó nyugodtabb légtérben tudja a dolgát tenni. Nem csak a sürgősségi betegellátás van változásban, hanem ugye a kórház folyamatosan fejlesztés alatt áll és fejlődik. Nem is elsősorban az eszköz fejlesztés, illetve az épületek fejlesztését kérdezném először, hanem ha jól tudom, akkor azért a humán erőforrás fejlesztésére is nagy erőt fordít a kórház. Ugye a fejlesztést, amikor az ember meghatározza egy kórház kapcsán, munkatársaival közösen, ami érinti a humán erőforrást, az infrastruktúrát, az eszközparkot, nyilván össze a szakmai igényeket, a beteg igényhez igazított szakmai igényeket, és veszi figyelembe, tehát egyfajta szakmai mondást vár, utána megnézi, hogy ehhez mi kell humán erőforrásban, eszközben, infrastruktúrában, stb. Úgy fejlesztünk, és fejlesztettünk az elmúlt időszakban, hogy, és ezt el kell mondjam, hogy a 18-ig mi 14,5 milliárd forintos fejlesztéseket eszközöltünk itt infrastruktúrában, eszközparkban, stb. És ezzel a start pozícióval indulunk neki annak az úgynevezett célegyenesnek, így fogalmaztunk egy-két éve már, amit az jelent, ami most áll előttünk fejlesztésekben, és abszolút a betegigényre koncentrálva. És amit el is szoktunk mondani, hogy ne üres falakat építsünk, hanem egy olyan tartalommal megtölthető ellátóhálót hozzunk létre, ami a betegigényt szolgálja ki. Szóval ott tartunk most, hogy egyrészt humán erőfejlesztést javító projektjeink vannak, erre nyilván pályázunk és pénzforrásokat kell biztosítsunk. Ez úgy néz ki, hogy sőt, hát ez igen, tehát ezt megtesszük, tehát ezek megnyert lehetőségek. Akkor van egy úgynevezett szakmai képzést, azért mégiscsak két egyetem oktató kórháza vagyunk, tehát egy szakmai képzést támogató fejlesztésünk is van, ez az úgynevezett, például erre mindig a Skill Labort szoktam emlegetni, ami szinte 300 millió forint fölötti szakdolgozókat, orvosokat és az egyéb szektor munkatársait is, tanulási lehetőséget és oktatási lehetőséget biztosítanak, és hát vannak az infrastruktúránk. Ugye a Seregélyesi út túloldalán révő pavilonrendszert részben fejlesztjük, tehát újjáépítjük, biztonságosá tesszük. Most hagyd ne menjek részletekben, de szintén több százmillió forintos nagyságrendben rendbe tesszük ott az infrastruktúrát, amit még eddig nem tudtunk megtenni. Illetve hát itt van ez a bizonyos Modern Városok program, ami egy óriási mértékű fejlődési lehetőséget biztosít infrastruktúrában, és ez lenne az a bizonyos zárólépése annak a 2010-ben megfogalmazott fejlesztési tervünknek, miszerint egy úgynevezett, nem szeretem a szót, de ez az igazság, egy modern tömbkórházat hoznánk létre, pont a sürgősségi mintájára, hogy minden egy légtérből, egy folyosórendszerből, konkrétan egy 250 méteres sugarú körön belül megközelíthető legyen, mint beteg transportban, mint különböző, mondjuk akkor egy mintavétel transportjában, betegmozgatásban, a műtőblokkokkal, a sürgősségével, a diagnosztikával egyben. Tehát mindenfajta olyan lehetőségünk adott a jövőre nézve, ami a humán erőforrást fejleszti, ami az oktatási lehetőségeket, tehát hogy itt is maradjanak a képzett szakdolgozók fejleszti, és ami ezt a bizonyos infrastruktúrát és eszközparkot fejleszti, ez a bizonyos Modern Városok program, illetve az egyéb projektek, amik itt a pavilonrendszer rekonstrukcióját is megfogják. Ugye mondta ezt a Modern Városok programot, ami keresztül egy új tömb is jöhet létre, ugye egy központi tömb. A többi része is megmarad a kórházon belül, tehát a többi műtő, vagy pedig lesz ez a központi rész, ahol végzik majd a dolgokat a műtőkben? Műtő rész, annak a fejlesztése tulajdonképpen lezárult. Tehát ugye ez a 2015 végén adtuk át, az új intenzívvel, az új műtőblokkal, az új műtőkkel, az új kardiológiával, az új invazív kardiológiai laborral, az új gasztroenterológiai laborral, endoszkópiával, minden túlzás nélkül űrtechnikával, ami itt fejlesztésre került, és ugye hát a beteg számok mutatják, hogy ugye ezt effektíve meg is töltjük tartalommal és gyógyítói tevékenységgel.
és ami most jön, az a belgyógyászati típusú infrastruktúra és eszközpark fejlesztése. Aki úgy képben van, hogy itt azért van még egy-két maradvány pavilon a múltból, lásd a pulmonológiai épülete, a krónikus épülete. Most ezeknek az ellátási pontoknak a megszüntetését tervezzük, és ezeket egy új infrastruktúrába szeretnénk helyezni. Ez egy 5 emeletes belgyógyászati tömb lenne, és amennyiben ezt meg tudjuk valósítani, hogy akkor jó pár év múlva én azt gondolom, hogy sok-sok évtizedre minden szempontból ez a kórház stabil tud maradni, meg fog tudni a növekvő elvárásoknak is felelni, hiszen ugye azért azt ne felejtsük el, hogy autópályák, M7-es, M1-es, M6-os turisztikai központok, Velencei-tó, Balatonnak ez a csücske, ez mind-mind itt van, ezeknek meg kell tudni feleljük a megye lakosság ellátásán túl is, hogy ezt az igényt kielégítsük. Azon kívül ugye el szokott hangozni az, hogy azért Fehérvár egy fejlődő város, annak az iparával és ennek minden területével együtt, és az is el szokott hangozni teljes joggal, hogy nyilvánvalóan ennek az elvárásnak is meg kell tudni felelni, hogy van egy olyan intézmény, ami a háttérben minden szempontból helyet tud állni, ha baj van. És azt gondolom, hogy a Fehérvári Kórház most is ilyen, de ezt a lépést még meg kell tenni ahhoz, hogy az évtizedekre hátradőlhessünk és azt mondhassuk, hogy oké. Ha jól tudom, akkor annyira megfelel ez a kórház az elvárásoknak, hogy az országon belül nagyon jó helyen van. Igen. Ez, ami a szakmaiságunkat illeti, vagy érinti, ha a kérdést értem. Vannak különböző szakmai mutatók, a rangsorolják az országos kórházakat, intézményeket, és a hasonló feladattal bíró intézmények között is országos szinten az 5. legmagasabb szintű ellátás a 17-es adatok alapján, 18-as még nem tudom, ebben az intézményben zajlik. És ráadásul ez a mutatónk, ez 10 óta igen jelentős mértékben emelkedik, és folyamatosan emelkedik, ami részben a fejlesztéseknek is köszönhető, részben annak, hogy a szakmaiságunkat meg tudtuk erősíteni. Egyetemi oktatókórház lettünk, ugye Pécsi Orvostudományi Egyetem, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest. Tehát ez mind-mind afelé mutat, hogy a mi úton elindultunk, meg tudunk felelni a kihívásoknak, és igazából ugye itt tölt formát, itt testesül meg az, hogy mi miért dolgozunk, miért fejlesztünk, ezért, hogy aki itt helyben igénybe nem kívánja, mert ez nem jó szó, ide helyben igénybe veszi az egészségügyi ellátást, mert ugye nyilván senki önként nem jön ide szívesen, mert az valami bajt jelent általában, az minél magasabb szintű ellátást tudjon igénybe venni. De túl az országos számainkon, és ha már a sürgősségről kezdtünk el beszélni, azért hagyd mondjam azt is el, és erre nagyon büszke egy vezető, és azt gondolom, hogy igazából most ugye én ülök itt a széken, de igazából az osztályvezető az, akinek ezt a legnagyobb büszkeséget okozza, hiszen együtt dolgozik a munkatársaival. A sürgősségi szakdolgozók 2017-ben az országos szakmai versenyen első helyezést értek el. Én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő teljesítmény, ez nem szorul a dicséreten túl semmiféle magyarázatra. És az idén pedig szintén országos vetületében az év szakdolgozója, szintén a sürgősségi osztályunkról lett az egyik kollégánk, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és hát az orvosokat is, és az osztályvezető főorvost is ugye különböző elismerésekkel díjazták a szakmaiságukat érintően. Az osztályvezető főorvos ugye városi elismerést kapott az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind megerősíti azt, hogy mi jó úton járunk. Köszönöm figyelmüket, hogy ma is velünk tartottak a köztérben, viszontlátásra!